is a lalunna, három nap is a lalunna. Hey dunna dunna de puha, hey dunna dunna de puha, párossal fekszünk a lája, párossal fekszünk a lája. Amott egy asszony a szondja, amott egy asszony a szondja, én kimaradtam alóla, én kimaradtam alóla. Tehát egy hétköznap nem volt ilyen szép, azt a sarokban láthatnak egy szíjtart, a burcsúsokhoz tartozta szoglom, és itt az asztal fölött van a petróleum lámpa, amit a LGT még én nekünk, vagy Omega, melyik? LGT. Ez az agy, ez a bújdéssal, különben a Dunna meg a Vankosok az hozzátartozott a mennyasszony hozományához. Itt van egy kis bölcső. Azért érdekes, mert ez bújdés agy, ebben bele lehet egy feküdni. Valamikor ugye... Hát ez ilyen... Úgymond emeletes ágy. Hát csak ilyen le van, hogy arra esse rakom. Na. Valamikor ugye paraszt házaknál egy szobába laktak télen, ugye, meg egyébként is. És még itt, mint a sarokban, csak itt nincs, még ott volt a siskó is. Úgy hívták, hogy Csiskó kemence. Aha. És azt kívülről fűtötték, onnan a nyitott konyhából, és itt csak melegített. Az álmat mind a központos hűtés. Régi kiadásban. És akkor, és mivel sokan aludtak egy szobába, azért aztán, mikor ma a lányokhoz jártak a legények, akkor már a szülők bebújtak a ágyba, és onnan hallgatta a szülőt, mint beszélnek a fiatalok, mert akkor csak beszélgettek. Mert ha nem volt takarva az ágy, akkor... Persze nem hallgatózni. Nem alhány, csak nem horkultak. Na, itt megmutatnám, kinek van a jó világítója. Előbb volt valakinek. Az egy tervét, hogy mi van. Ez jó. Szabad össze. Pillanatra tegyék szabaddal. Ez a láda, ez a mennyasszó láda. Igen. Hoppa. Itt tartották különben a ruháit is, mert valamikor nálunk olyan viseltőt, hogy le voltak ráncolva a szoknyák, úgyhogy így le kellett teríteni. Igen. És ez a nagyon budgyos ilyen fehér, na, ez nem az, hogy ezt hogy csinálják? Nem teszik tudni? Budgyossat? Igen, hát ilyen a blues vagy ing, vagy mit. Nem, hát és rendes fehér gyócs. De nem, az is ilyen harmonikás is, és még így ja, ilyen nagy puffosra aztán, mikor fölveszik. Hát nálunk nem puffos, de van olyan, igen. Csak hogy csinálják? Hát rendesen megvarják, rendesen megvarják gyógyból, és azután ráncolják. De az, mintha úgy vasalva lenne az a ránc, és akkor ahogy itt a harmonikát szétjük, az ilyen egész nagy jön. Nálunk nem, nálunk csak ilyen sima. Na szóval ez a mennyasszonyládája, attól függően, hogy ki milyen módosult, vagy kevésbé, akkor úgy nézett ki a láda, és valószínű, hogy ennek a ládának a tulajdonos